Süli János miniszter és Ácsázső polgármester is ellátta kézjegyével azt a megállapodást, mely majd keretet adhat a következő évek együttműködésének. Ez keretmegállapodás egyébként, amely az együttműködés feltételrendszerét határozza meg, de természetesen azért vannak jól meghatározható területek, ilyen például a szakképzés, a képzés egyáltalán mint olyan, az egészségügyi ellátásnak a fejlesztése, szórakozási lehetőség, kikapcsolási lehetőségeknek a bővítése. Tehát alapvetően igyekeztünk minden olyan területet figyelembe venni, amely az ide települő munkavállalók számára majd fontos lehet és vonzóvá teheti esetleg a várost. Ebből talán én kiemelném a gazdaságfejlesztés szakképzés kérdését, hiszen egyrészt érdekünk az, hogy minél több fiatal szakembert hozzunk ide a városba, minél több fiatal szakembert képezzünk így Szekszárdon is, és ezek a fiatal szakemberek aztán majd a szekszári vállalkozások számára megfelelő munkaerő állományt jelentsenek a jövőben is. Ebben ez az együttműködési megállapodás sokat tud segíteni. De nagyon fontos az is, hogy innovációban tolna megy a Szekszárd, az elmúlt években azért nem volt túl erős, és a paksi együttműködésnek köszönhetően volt húsipar területen egy IQ-központ kialakítására kerül sorol, kifejezetten kutatásfejlesztéssel, innovációval foglalkoznak majd a szakemberek, ez pedig új szint hoz a város gazdaság életében, és biztos vagyok benne, hogy a mellette található ipari park betelepülése szempontjából egy fontos vonzerő lehet az, hogy az IQ-központban mondjuk olyan fiatal szakemberek, olyan speciális tudással rendelkező szakemberek jönnek majd ki, akik a betelepülő cégek, vállalkozások számára vonzó célponttá tehetik Szekszárdot, és én azt gondolom, hogy ez összességében további bőző hatását tekintve jelentős kihatással, befolyással bír majd a városra, de természetesen mi nem várjuk tátott szájjal a lehetőségeket, hiszen mi szeretnénk előre gondolkodni és előre menekülni, így például mondjuk a gazdaságfejlesztési szempontból nagyon fontos az, hogy a Kesselyési útnak a teljes felújítása megtörténjen az autópálya és a város határa között, illetve a majdani elkerülő útnak a végpontját, egy körforgalmat a Tornatej Húsipar környékén ki fogunk alakítani, és ezzel is talán egy kicsit segítjük azt, hogy a majdani elkerülő út, ami a város szempontjából azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen nagyon fontos, ez mielőbb megvalósuljon, illetve az, hogy a terület, amely ott az ipari park és a környékén kialakuló gazdasági területet jelenti majd, az logisztikai szempontból jó helyszínen, jól megközelíthető helye legyen, és mindenki számára elérhető célpontot jelentsen. De ha már beszéltünk munkaerőállományon, akkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy akik dolgoznak már az építkezésen, vagy éppen a működtetésen, az ő családtagjaiknak is megfelelő lehetőségeket kell biztosítani. Így például mondjuk a családtagok számára is munkahelyeket kell teremtenünk és létrehoznunk, hogyha ebben közös és szoros együttműködésre lesz majd szükség a minisztérium, de ugyanilyen fontos ez az, hogy az óvodai, bölcsődei, iskolai ellátórendszert mind technikai színvonalát tekintve, mind kapacitásra tekintve felfejlesztjük olyan szintre, hogy ezeknek a családoknak, a gyerekeinek a befogadására alkalmas legyen. Az építkezés maga 10 év, utána egy szűk 1300 üzemeltetővel az 5-ös 6-os blokk üzemeltethető, majd valamikor bezár az 1-4 blokk is, tehát itt úgy kell nekünk olyan iparfejlesztésre kell készülni, hogy ne egy munkahelyes maradjon Tolna megye, egy nagy munkahelyes, hanem sok jó munkahelyet kell a fölfokozott érdeklődés kapcsán idehozni, és ennek része az, hogyha kölcsönösen készülünk, fejlesztünk úthálózatot, egészségügy, egyéb, akkor ebből egy kölcsönösen előnyös, hosszú távú fejlődésnek a része lehet Tolna megye is, és azon belül Szekszárd. A mostani együttműködés legalább 10 évre szól. Ezért, hogy összegszerűségében mekkora fejlesztést jelent mindez, még nem tudni. A forrásokat viszont előteremtik hozzá, mondta Süli János miniszter. Most is úgy van, hogy amikor az úthálózat, ami feltétele, hogy egyáltalán munkásokat be tudjuk szállítani a technológiát arra, hogy decemberben más minisztériumokkal együttműködve készült egy előterjesztés. Nekünk nem kell utat építeni, nem az a dolgunk, nekünk atomerővet kell. Értelemszerűen mi adtuk meg azokat az adatokat, mi egyeztettük, hogy akkor a környékbeli utakból mennyit kell fel, akkor 187 milliárd és csomag, ebben nincs benne a Kalocsa híd, az egy külön költségvetési sorról van finanszírozva, és azt akkor ütemesen végre is fogjuk, ha ugyanígy az egészségügy fejlesztést, ugyanígy a szakképzés, van ugye az államnak egyfajta alapja, van, amikor abból fogjuk a forrást hozzátenni, van, ami költségvetési tervezéskor, mi is tervezünk be pénzt, van, amikor önkormányzatnak adunk át ebből, hogyha ő gyorsabban tudja végrehajtani, jobb a jogszabályi háttere egy önkormányzati, akár kisajátításra is tud menni, mi nem tudunk. Tehát, hogy ezek mind
egy komoly egyeztetés, munka, és azt gondoljuk, hogy mivel ezt meg kell csinálnunk, ez a források képződnek is, és ugye beleillesztve a Magyar Falu programba, a Modern Város programba, amit csinálunk, azt mind úgy akarjuk megcsinálni, hogy ez része maradjon a településeknek. Ezek összehangolását is végezheti majd a Közép-Dunamenti Kiemelt Térségfejlesztési Tanács, melynek megalapításáról Becskeházi Attila államtitkár beszélt. Körülbelül 100 településsel tervezik a megalakítását. Magyarországon 2 ilyen van jelenleg, ez a Tokaji és a Balatoni kiemelt térségfejlesztés. Szeretnénk, ha a jövőben a térségfejlesztésbe be tudnának kapcsolódni ezek a települések programozottan, transzferensen, átláthatóan, és hogy egy grémium döntsön arról, hogy milyen projektek azok, amelyek a legfontosabbak, mind a beruházásból adódó terheknek ahogyan említettem, a csökkentésére, mind pedig a régió gazdaságfejlesztésére, amely kapcsolódik a beruházáshoz, de fenntartható is, hiszen a beruházásnak nagyjából 10 év múlva vége lesz. Ugyan hozzá kell tennünk, hogy azért még ezek az új erőművek, amelyek megépültésre kerülnek, ezek olyan 40 éves ciklusra minimum működés képesek, nagy biztonsággal, illetve majd a régi erőműveknek a lebontásához is kell kapacitás, kell munkaerő, kellenek vállalkozások. Tehát ez a térségnek 60 éves program, azt hiszem, a jövőben. Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyékkel már korábban együttműködési megállapodást kötött Süli János miniszter, valamint az utóbbi napokban több egyetemmel, köztük a Pécsi Tudományegyetemmel is írásba foglalták a lehetséges közös munkakereteit.